10 évvel ezelőtt a Jászmin iskola pedagógusai találták ki a szép olvasási versenyt, hogy olvasásra biztassák a gyerekeket. Az idei feladat Szabó Magda Tündér Lala című meseregényének részlete volt. A gyerekek önállóan és a tanítónénik segítségével készültek a versenyre. Harmadik, negyedik osztályosok indulhatnak, osztályunként két-két fővel lehet részt venni, és hál' Istennek tényleg nagyon sokan részt vesznek. Kijelöljük a szöveget, hogy mi az, amiből fel kell készülni a gyerekeknek. Egy 20-30 oldalt szoktunk kérni a gyerekektől, hogy annyiból készüljenek fel. Kikeressük a megfelelő könyvet, mindig mást próbálunk kínálni nekik, valami új iránt fel kell tenni az érdeklődésüket. Most Szabó Magdát gondoltuk, hogy aki még nem ismeri, az nézzen utána, olvasson tőle valamit, és a Tündér Lalát adtuk fel felkészülésnek. Én úgy gondolom, hogy már a felkészülés egy plusz dolog, mert gyakorol, készül, gyakorolja a hangos olvasást, a néma olvasást, a szövegértést, de ezen kívül sok érzelmi pluszt kap ezekből a könyvekből, mert amikor kiválasztjuk, erre is odafigyelünk. Nagyon sokat számít a kiállásukban, hogy utána bátran mernek hangosan beszélni, elmondani a véleményüket, kiállni nyilvánosság előtt. Szerintem hosszú távon így is sokat kamatoznak ebből a dologból. A zsűri egyik tagja a Városi Könyvtár igazgatónője volt, akinek naprakész információi vannak a gyerekek olvasási szokásairól. Változó. Van, aki nagyon sokat olvas, van, aki egyáltalán nem olvas, van, aki korosztályonként változóan olvas, tehát van, aki csak a kötelező olvasmányokat, kötelező kis részleteket, azt is nyögve, és van egy olyan pillanat, amikor ezeknek a gyerekeknek egy része úgymond átbillen ezen a holtponton, és szívesen kezd el olvasni, nem csak kötelezőt, elkezd járni könyvtárba, és a kisebb történetekből aztán kinőnek a nagyobb regény folyamok elolvasása. Olyan szerzőktől a részleteket jelölnek ki a tanítónénik, amik a korosztályhoz közel állnak, érdekesek, és azáltal kedvet csinálnak az olvasáshoz.